Sziasztok fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán, én Tamás vagyok, a mai videóban pedig Ahsoka Tano fehér színű fénykardjairól fogok nektek beszélni. Mielőtt azonban belevágunk, előjáróba szeretném elmondani nektek a Sithek piros fénykardjának eredetét, mert hogy ez szorosan kapcsolódik a fehér fénykardokhoz. Tehát, hamarosan fel fog kerülni egy másik videó, amiben a Darth Vader Dark Lord of the Sith, vagyis a Sith Sötét Nagyőre című képregény sorozat első kötetét, a Birodalmi Gépezetet fogom nektek elmondani, pontosabban annak a történetét. Szemelvényesen azért itt is elmondok belőle pár dolgot, igazából a lényeg az, hogy ebben a képregényben derül ki, hogy a Sithek piros fénykardja úgy lesz, hogy a Sith megküzd egy Jedivel és elveszi a fénykardját tőle. Mert hogy a Jedik ugye a fénykardjukat, pontosabban a fénykardjukhoz való fénykard kristályt azt kapják az erőtől, illetve a fénykard kristály választja őket, ezzel szemben a Sithek elveszik az ő fénykardjukba való fénykard kristályt. Tehát egy Sith talál egy Jedit, elveszi tőle a fénykardját, és utána egy sötét mágiával rákényszeríti a saját akaratát arra az adott kristályra, amitől a kristály vérezni kezd. Ezt egyébként tényleg így hívják, tehát hogy a kristály vérzése. És ilyenkor tök mindegy, hogy milyen színe volt eredetileg annak a fénykard kristálynak, annak a fénykardnak, onnantól kezdve vörös színű lesz a fénykardnak a színe. Na, és akkor Ahsoka Tano fehér fénykardjai. Ahsoka a 66-os parancskor elmenekült, ugye ez a Mandalore ostroma végén történt, és ahogy a galaxisban bujkált és bolygóról bolygóra járt, egyszer a Raada nevű bolygón rátalált egy inkvizítor, pontosabban a 6. fivér, és igazából vele megküzdött és elvette a fénykardjait, amik ugye vörösen izzottak, és utána az erő segítségével megtisztította ezeket a fénykardokat ettől a gonosz behatástól. Ettől a fénykard kristály vörös színe eltűnik és megtisztul, ám azonban már nem nyeri vissza eredeti színét, hanem fehéren fog izzani. Egyébként a fénykardok színéről egy másik videót csináltam már, link fent. Ez a videó ennyi lett volna mára, de még mielőtt elmennél, írd le kommentben, hogy neked a piros vagy a fehér színű fénykard tetszik jobban. Ha pedig tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erő legyen veletek. Sziasztok!